Szép jó napot kívánok! Remélem sikerültek a tegnapi önfejlesztő feladatok. Az irányváltoztatás, illetve a bőség áldozata, tehát a pénzügyi negatív dolgoknak a letétele. Ma választunk új feladatokat, de előtte egy ilyen kis lelki krízishelyzet segédlettel elindítjuk ezt a mai videót is. Egy barátnőmtől kaptam egyébként ezt a kézzel készült kis dolgot, és ezért nagy becsben tartom. Mintha egyek lettünk volna. Amikor mondani akartam neki valamit, ő kinyitotta a száját és elmondta ugyanazt. Utána voltak azok a pillanatok, amikor a mellkasán pihentem, és hallgattam a szívverését. Majd rájöttem, hogy a szívünk egyszerre ver. Nekem megadatott az a lehetőség, ami keveseknek, hogy Isten direkt az én kedvemért alkotott egy embert. Csak nekem. Hát igen, ez azért aranyos gondolat, hogy igen, ez ilyen Ádám és Éva egymásnak teremtés gondolata, ami egyébként tök jó. Ennyi kártya maradt, meg nem tudnám mondani, ez mennyi, hát már nagyjából egyharmada már biztos elment a kártyáknak, ugyanis kiveszem mindig azt, ami volt, hogy ne térjen vissza újra és újra ugyanaz, mert a számomra is unalmas, és szeretném, hogyha minél több kártyát úgymond megismernénk. Neked az a dolgot, hogy válasszál lila vagy narancsárga lámpához tartozó feladatot fogod-e megcsinálni. Én tegnap úgy döntöttem, hogy utólag választok, előtte én nem gondoltam egyikre se, úgyhogy, de akinek van kapacitása, az akár mind a három kártyát is figyelembe veheti aznap a feladata, vagy hát a napja végeztével, hogy fejlődhessen ezekben a dolgokban. Tehát nem muszáj, na már meg is van a segédlet, ki is esett. Játék! Na mai segédlet mind a két választáshoz a játék. Szeretett egyetlenünk, ez ugye te vagy, az angyalok üzenetei ezek, az angyalok pedig az érzéseid, illetve a jobb agyféltekéd, illetve a tudatalattinnak az üzenete számodra. Szeretett egyetlenünk, itt az ideje, hogy egy időre félretedd a munkát. Ne aggódj, kötelességeid felett felügyelünk egészen a véghezvitelükig. A játékosság, a derű és a kacagás energiával töltenek majd fel, hogy újult reményekkel és emelkedett energiákkal telve térhess vissza a munkádhoz. Nekem volt egy olyan kollégám, aki azt mondta, hogy a hosszú és boldog élet titka az az, hogy sose vedd magad túl komolyan, és én ezt egyébként tökre adom, tehát én ezt magamének érzem. Valószínűleg ezért is bonyolodok ilyenekbe, hogy kártyajósásra adom a fejem. Narancsárga. Vedd észre a jeleket. Igen, az általad kapott jelek mennybéliek. Tollakat, érméket és más hasonló jeleket potyogtatunk utadba, hogy emlékeztessünk, szeretünk téged, és sosem vagy egyedül. Igen, egyébként ez a sosem vagy egyedül, ez egy visszatérő dolog a spirituális világban. Vállalkozó. Az egyéni vállalkozás illik természetedhez, és megfelel szándékaidnak. Ha önmagadnak dolgozol, az lehetőséget nyújt arra, hogy jobban tudj hallgatni megérzéseidre és az isteni vezetésre. Mi azok a munkatársaid és csapattársaid vagyunk, akik hűségesen melletted maradnak minden lehetséges módon, biztosítva sikereidet. Igen, hogyha belegondolunk, az, hogyha alkalmazottak vagyunk, gyakorlatilag másnak a kezébe adjuk a munkaidőnktől elkezdve mindenünket, mástól kell engedélyt kérnünk mindenre. Az, hogyha az önmagunk urai leszünk, az óriási lehetőséget ad számunkra, szóval mindenképpen egy magasabb szintű fejlődésre ad lehetőséget, hogyha valaki vállalkozik, de ugyanakkor hát rizikosabb is sokkal, de igen, tehát ez ilyen kettőség. Tehát, aki a narancsárga lámpát választotta, az vegye észre a jeleket, az isteni útmutatásokat, illetve aki a lilát választotta, azt pedig gondolkozzon el, hogy hogyan tudna vállalkozni, vállalkozó szellemét erősítse. Hát sikeres fejlődést, és ne feledjétek a játékot, mint segédletet. Játszatok, 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 játszatok. Boldog önfejlesztést, sziasztok!